miért keveredtem én bele a haiku írásba? Hát elsősorban azért, mert rengeteg sok gondolat forgott a fejembe, hogy mi ez a fenomén, ez a fényképezés, aminek tulajdonképpen a geometria, a kozmosznak a legcsodálatosabb rendje, a geometria van a hátterében, és hogy hogyan kötődik össze az emberrel. És elkezdtem tekintgetni magam köré, emberekről írtam, fotográfusokról kis vicceket, meg paródiákat, és ezeket aztán elkezdtem lecserélni olyan gondolatokra, amelyek itt is láthatóak, amelyek valahol egy kicsit többet mondanak a fotográfiáról, vagy célozgatnak. A Szépirodalmi Kollégiumnak a támogatásával én folytattam ezt a haikuírást, és ma van körülbelül 350 haikum, ami csak a fotográfiáról szól. Én egyszerűen valamiféle értelmes világba szeretnék benyomulni mindenféle gondolatokkal, tehát én haiku féléket írok. És a kiátilításomnak azért az a címe, hogy haiku félék Daguerre sírjára, mert ugye ez egy emblematikus valaki, ez a Daguerre, ugye az egész fotográfia történetének az expozíciós origója. És egy kicsit úgy fest a dolog, hogy odaáldozom egy eltűnt világba, ha kell, hogy valahol ez esetleg fönnmaradjon. Elmondtam, hogy mi van ennek a hátterében, a gondolkodásom a fotóról, ez van a hátterében. Hatalmas további mennyiségű haiku van. Az egész ad egyetlen egy hatalmas nagy egységet. Ezt reméltem, hogy ezt esetleg könyvbe ki lehet adni, de nem olyan nagyon egyszerű a dolog. Először is, mert suvazgatni szeretik egymásra a haikukat, azt én nem akarom, hanem valami külön-külön haikukat egy vastag, kicsi könyvecskében, hát ilyet nem nyomtat ma senki. Úgyhogy eddig két kiadóval próbálkoztam, nem volt szerencsém velük, és föl van kínálva a világnak ilyen meg olyan formában, majd egy talán az interneten lesz egy megfelelő formája, ahol mindenki interaktíve abba kattint bele, amivel éppen kedve van. Tóth Béla megnézi például, hogy magáról, hogy őről a mit írtam, és mindenki így ismerkedik az én haiku író művészetemmel.